Köszöntöm a nézőket, ez itt a karácsonyi Nagykörút Extra, Dombóvári Gábor vagyok, és már is nagy szeretettel mutatom be vendégünket, Kozma Imre atyát, a Máltai Szeretett Szolgálat vezetőjét. Isten hozott atyám! Köszönöm szépen, örömmel jöttem, szeretem a nagyköröket, <laughs> és hát ha a nagykörúton is lehet nagyköröket tenni. Nemrégiben Rómában jártál. Igen. Milyen ügyben? A mostani szent, hogyja, Meghívott, egy személyes meghívást kaptam tőle, és meghökkentett az, hogy milyen tisztában, milyen pontosan és világosan látja azt, amit a Magyar-Máltai szeretet szolgálat tesz, és az irgalmas rend Magyarországon. Ugye a máltaiak most az új alapítás szerint 25 évesek lesznek februárban, és Ugye nem régen volt Rómában a 900 éves évfordulója a Máltának, de hát azért 25 évvel ezelőtt sajátos küldetéssel ruházta fel a történelem a máltaiakat, történelmi feladat volt igazából, és, és hát szeretnénk ezt méltóképpen is megünnepelni természetszerűen. És, és a, a pápa úgy látszik, hogy jó informátorai vannak, és erről is tudott, meg arról, hogy az irgalmasok szeretnék azt a fajta gyógyító kultúrát visszahozni, amely több száz éven keresztül Magyarországon meghatározta a gyógyítást. Úgyhogy talán ezek voltak az aprópók, nem tudom ezen kívül, de vele misézhettem, ami nagy kitüntetés. A jobbjára állított a, a misézi oltárnál a Szent Márta házban ahol minden reggel ő misézik, és, és utána egy rövidke beszélgetésre is módunk volt. Ami meghatározó volt a számomra ebből a beszélgetésből, az a következő, azt láttam, hogy ez az ember hatalmas terheket cipel, és, és amikor ott beszélgetünk, és bemutatkoztam, és, és egy-két szót szóltam a mi tevékenységünkről, akkor a következőt mondta Imádkozzunk egymásért, imádkozzon értem, mert közös terheket cipelünk, és akkor egy szünetet tartott, és hozzátette a szegények és betegek gondját. És erről pár szót még váltottunk, és megköszönte, amit a máltaiak, meg az irgalmasok tesznek a magyarokért, és utána, egy, hát akkor felvidult, elmosolyodott, mert vittem neki egy nagy tablót, Igen? Mégpedig, mégpedig ugye a Máltai Szeretett Szolgálatnak a videótonnal van egy kapcsolata, uh -huh. a, a Máltaiak címerét viselik a, a videóton játékosai, és egy csodálatos csoportkép, Amiből már az előző pápának is vittem, meg a máltai nagymesternek is ott van, mindegyiknek ott volt a szobájában. És most vittem neki és egyet egy millió gyerekfej, mosolygós uh -huh. gyerekfej, és a ezzel a máltai dresszel, és akkor azt mondja. Ők a jövő, uh -huh. és akkor megint egy kicsit megállt, ekkor mosolyodott igazából el, uh -huh. és azt mondja, a sport. Az egészséges jövő szimbóluma. Pontosan igaza van. Egyébként csak egyetlen egy mondat erejéig kérdezem, mert amióta ő a pápa, azóta szinte nap mint nap hallani, hogy hogy egy kicsit, nem is tudom, hogy jól megfogalmazom, mert azt mondom, hogy ember közvetlenebb. És ez nyilvánvalóan erőított eszembe, hogy egy ilyen utólagos kis beszélgetés során, mint ahogy a sportot említette ő, akkor talán, talán jobban kifejezésre jut. Ugye az is érdekes volt, hogy az a kis kápolna, ahol ő most lakik, annak a háznak a kápolnája ez. Ugye összegyűjtött pár embert, akik, akik kiszemeltek voltak, vagy meghívottak voltak erre a reggeli misére. Néhány pap is volt ott, és a pápa nem bevonult hanem hogy oldalról, a sekressiből beballagott egyedül oda az oltárhoz, kedvesen felénk <laughs> fordult, és, és elkezdődött a Szent Mise. Szóval valahogy az ember úgy érezte, hogy közénk jött. Igen. És, és egy kicsit, kicsit egy olyan kép jutott az eszembe, most lehet, hogy ez furcsa, a pásztornak a képe. <laughs> Ugye, elég sokat járok Erdélyben, ahol nagyon szegény pásztorokat támogatok, és egy pásztor, ha megszólal, az összes birka fölemeli a fejét, és arra fordul. Valahogy ez a kép villant belém, amikor ez, a, ez az öreg pásztor megjelent, és megszólalt, akkor mindenki oda, oda figyelt arra, amit mondott. Végeredményben azt hiszem, hogy erről van szó, oda kell figyelni azokra a hangokra, amelyek egy irányba fordítják a figyelmünket, Igen. és ez az egyetlen irány, ezt meg kell, hogy határozza a mi életutunkat, és ez azt jelenti, hogy az uton együtt megyünk, Igen. egy közösségi uton jár, egy közös úton jár az egész ember is. Egyébként az jutott még eszembe, hogy az, hogy magyar máltai szeretetszolgálat, írgalmasen, stb. stb. erről nap, nap hallunk, Tudjuk és ismerjük, hála a sajtó azon részének, amelyik foglalkozik ezzel, azt a tevékenységet, amit, amit végeztek. De én biztos vagyok abban, hogy megkérdeznék az embereket, hogy vajon a Magyar-Máltai szeretetszolgálat megalakulása előtt mi volt, nem hiszem, hogy tudnák, és ezt azért kérdezlek tényleg csak röviden, hogy. Hát ez a 80-as évek vége. Na most akkor hivatalosan ezt valahogy úgy hívják, hogy a szabad egyesülés vagy a szabad gyülekezés joga, az nem volt. Akkor, akkor a Mátai szeretett szolgálat előtt mi volt, hogy meg tudott alakulni? Ha, nagyon érdekes. Ugye valóban valami felismerésnek voltunk mi akkor a tanúi is, meg talán részesei is. Felismerték azt, hogy a, a gondok akkorák, Amik, amiket nem lehet állami feladatként csupán mm -hmm. vállalni, hanem a gondok azok, azok a társadalomnak a gondjai, és akkor akkor kimerték mondani azt, hogy nekünk embereknek egymásra van szükségünk. A gondviselő állam kép az, mintha szerte foszlott volna, mm -hmm. és így automatikusan elindult egy valamilyen fajta egymás keresése, egymás felé fordulás, és mi van ekkor? Fölismerjük azt, hogy mire van egyik embernek, másik embernek szüksége, és ha komolyan indulunk egymás felé, akkor ez azt jelenti, hogy vállaljuk azt, ami, ami a másik gondja, a másiknak a baja, és és egyszerűen elindult egy szervezet. Ezt én ezt értem, de engedték? Engedték. Engedte az engedték. akkori hatalom? Igen, ez a 85-86-os évek, amikor, amikor egyszerűen elfogadták azt, hogy egyik embernek a másik embere inkább szüksége van, mint arra, hogy gondoskodnak róla. Mert nagyon Igen. fontos, hogy az ember ne létbizonytalanságban éljen, de azért nem szabad azt elfelejteni, hogy nekünk egymásra van szükségünk. Az egy alap. Igen. Az, az mindenek fölötti, vagy mindenek előtti, de nekünk embereknek egymásra van szükségünk, és akkor akkor ennek szabadutat engedtek ennek a felismerésnek. Én emlékszem rá, az akkori egészségügyi minisztériumban elmentem, hogy... Nyugat-Európából kapnánk mi segítséget, hmm. hogy hogy idehoznánk. Nem mondták azt, hogy nem. Furcsa, furcsa megjegyzés volt egy ilyen, hogy kifizeti a fuvarköltséget. <laughs> Kicsit mosolyogtató volt az egész, de gyakorlatilag elindult egy ilyen támogatás, és aztán egyszer csak odáig jutottunk, hogy féllegálisan ezt tudomásul vették, és 89. februárjában ennek útja lett. Atyám, az előbb, ahogy említetted a Szent Atyát és azt, hogy a sport, sportnyelven szólva az esélyesség terhét is. Nagyon nehéz elviselni. Most én ezt azért mondom, mert én nem sorolom föl, hogy milyen díjaid vannak, kitüntetéseid, de az, hogy, hogy még a 90-es évek közepén az év embere Európában, aztán Prima Primissima 2005-ben, aztán a francia becsületrend is jött. És most, hogy a legutóbbit említsem, ez idei 2013-as, a magyar nemzetért ezüstérem. Ilyen értelemben mondom én, hogy az esélyesség terhét. És még van még egy csomó díj. Az minden, nekem most ebben az van egy nagyon kedves. Igen? Emberi méltóság őrzője. Igen, na ezt akartam még mondani hozzá, hogy Ilyen értelemben az esélyesség terhét. Mert akkor ettől az embertől nem hogy nagyon sokat, hanem mindent várnak. Ezt hogy bírod? Nem. Én ezt nem így nem érzem. érzem. Nem így érzem. Á, jó, akkor... Egyszerűen, ha az ember él, akkor, akkor ez azt jelenti, hogy az ember szíve nyitott, és az emberek ebben az esetben azt is tudják, hogy mindenkinek határai vannak és korlátai vannak, és, és pontosan ezt tapasztalom, amit már előbb is hangsúlyoztam, hogy mindenkinek annyi minden gondja, baja van, és oly mindenre, sok mindenre lenne szüksége, de akkor, amikor az ember egy másik emberrel találkozik, és elkezdtünk beszélgetni, akkor mintha elfelejtődne az, amit előtte felsorolt, mint ami igen. szükséges, és kiderül hogy ez a találkozás, ez szinte a megoldás. Igen. A másik dolog, és tényleg, én, 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 nem mondom azt, hogy véletlenül, de hogy a beszélgetés fonalát így szőtted, és így kezdted el, és belevetted a sportot, akkor, akkor már csak-csak eszembe jut, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat ugye mindenhol ott van, mindenhol segít, és ilyenkor arra gondolnak, és a legnagyobb segítség tényleg a szegények támogatása, a kórházak, sorolhatnám. De az, hogy, hogy egy teniszcentrumot, egy sportpályát, egy sportlétesítményt is tulajdonképpen nagy százalékban a Mártai Szeretett Szolgálat mentett meg a nagy nyári árvíz idején, római partra gondolok, hát akkor ezek szerint tényleg mondhatom azt, hogy ahol szükség van, ott tudtok lenni. Még ha sportcentrumot kell menteni, akkor is. Ez, ez egészen természetes, azért örömmel mondom, hogy labdarúgó csapatunk is van, Ej, bíj, igen. <laughs> tehát máltai, máltai labdarúgó csapat, ez majdnem mint fekete, fiúk ezek, de de nagyon-nagyon szeretjük. Hát idegen légiósok. <laughs> hát néha úgy tűnik, hogy idegen légiósok az országban, de nagyon-nagyon de szeretjük is őket, Miről van szó? Ugye egy szeretett szolgálat égisze alatt mindig a szegényekre gondolnak, a bajba jutottakra gondolnak, ez igen. De kevésszer beszélünk arra, arról, ugye különösen ilyenkor ünnepekre készülve, ilyenkor előjönnek a bajban lévők, a szegények, a rászorulók, és, és erre fordítják mindenkinek a figyelmét, holott nem erre születtünk. A, az, hogy vannak szegények és barba jutott emberek, ez feladat az ember számára, nem erre születtünk. Arra születtünk, hogy én szeresselek téged, és fogadjalak el, adott esetben tudjam, tudomásodra hozni, hogy milyen jó, hogy ismerlek, aztán, ha éppen arról van szó, akkor tudjak nagy lelkű lenni, és hogyha, ha arról van szó, akkor tudjak megbocsátani, tudjak örömet szerezni, erre születtünk. És hogyha, és hogyha mi így gondolkodunk egymásról, és így gondolkodunk az életünkről, akkor fogjuk fel az értelmét. Az, hogy vannak szegények, meg vannak bajba jutott emberek, ez... Ez csak arra hívja fel a figyelmünket, hogy róluk se feledkezzünk meg, de nem ez a cél. A cél az egymással való kapcsolatunk, és hogyha ez egészséges, akkor szinte magától értetődő a róluk gondoskodás. Um, tulajdonképpen az ünnepek előtt már, szóval december elején elkezdődik, ami időnként évközben is előfordul, a különféle szervezetek, akár civil szervezetek, akár államilag ö, dotált szervezetek elkezdik az adományokat gyűjteni, mindenféle akciók vannak, ez így megy évek óta. Én valahogy azt tettem észre, hogy most az idén, meg talán a tavalyi évet is már lehet venni, megszaporodott ezeknek az eseményeknek, rendezvényeknek a száma, és minthogyha, Többen szerveznék ezt. Na most ez a dolognak az egyik oldala, mert megszervezzük, aztán jó van. De szerinted vajon az emberek adományozási kedve, jótékonykodása, vajon az utóbbi években az úgy marad, vagy pedig egy kicsit-kicsit pozitív irányba elmozdult? Mindenképpen az emberek kés... Készsége... Magyarországon vagyunk. Magyarországon. Az emberek jóra való készsége az nő. Mindenek ellenére. Itt legfeljebb arról, arról van szó, és arra kell gondolni, hogy az emberek meggondolják, hogy kire bízzák az adományukat. És oda jut el, hova bízzák? Na most, ugye minden, minden szervező megmérettetik. Ennek bizonyos értelemben örülhet is az ember, hogy egyre többen vannak, akik, akik ilyen akciókat szerveznek, ez, ez sokféle üzenetet tartalmaz, ebben most nem menjünk uh -huh. bele, de egy biztos, hogy, hogy az emberek kritikusabbak azt illetően, hogy kinek adják az adományukat, kire uh -huh. bízzák az adományukat. Néha azt látom, hogy szkeptikusak is az emberek a túl sok, túl sok szervező Igen. láttán, de ez, ez ilyen kétarcú. Örülünk ennek, mert ez azt jelenti, hogy sokaknak ez, ez fontos. Reméljük, hogy nem azért fontos, hogy szerepeljenek. Igen. És, és ugyanakkor, ugyanakkor valóban a másik oldalról nézve pedig én úgy gondolom, hogy akik hitelesek, azok, azok igenis megkapják az emberektől azt a bizalmat, amit megérdemelnek. És ez nagyon fontos, hogy az adomány mindig célirányos. Tehát nincs joga egyetlen szervezetnek sem az adományokat akármilyen szinten a saját céljaira fordítani. Most a saját cél alatt azt értem, hogy el kell juttatni az adományokat. Igen. Na most, most nagyobb szervezetek esetében az igenis elvárandó, hogy a célirányos adományok kölcs eljuttatási, Költségeit azt vállalja föl egy nagyobb szervezet. Ne az legyen, hogy az adomány x százaléka ezekre a célokra Igen. fordítatik, mert akkor akkor nem valósul meg az igazi cél. Aki adományt ad, az azt akarja, hogy az az utolsó fillérig oda jusson ahhoz mm -hmm. az emberhez, aki, aki arra rászorul, ezt a szervezeteknek nagyon komolyan. Hát, hát akkor ez mindenféleképpen, ez minden igaz, amit mondtál, és az, hogy az ajándékozás, adományozási ketténleg növekedett. Ugyanakkor, hogyha a másik oldalt is mondjam, az viszont legalábbis nagyon sokak szerint elszomorító, és ez már nem csak az elmúlt egy-két-három év, hanem korábbról indult. Hát ez a bizonyos elüzleti esedet karácsony, és ez a féktelen ajándékozásnak mondott, nem is tudom, költekezés és tönkremenés. Nem az embert nézik, hanem azt nézik, hogy Igen. most akkor te ezt kapod tőlem, én, én nagyobb ajándékot adok. Szóval, mint, a, mint azzal akarnák elszámolni, vagy elszámoltatni a másikat, hogy na most én az, azért vagyok több, mert én több ajándékot adok. Hát ugye ez, ez megint, megint sokarcú... Mert egyrészt a kereskedő mindent el akar adni. Hát persze, És amiben igaza van. Amiben, amiben természetesen igaza van, mi pedig sajnos nem biztos, hogy helyesen gondolkodunk. Én a gyerekkoromra gondolok vissza, én csak használati tárgyat kaptam karácsonykor. Mert, mert arra nem volt, hogy, hogy olyan ajándékot kapjak, mint amilyen ajándékokat mi most adunk Igen. a rászoruló gyerekeknek. De valahogy nem is ez volt a fontos, hanem nekem az volt a fontos, hogy abban a családban, ahol, ahol mi összegyűltünk, egy ünnep alkalmával jó volt. Na Igen. most egy biztos, hogy erre kellene sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a családokban jó legyen mindenkinek, a gyereknek, a szülőnek, a testvének mindenkinek, illetve akinek, akinek pedig, hogy így mondjam, egy másfajta család jut, akkor ő is azt érez, hogy valahol otthon van, és valahol, valahol emberi figyelem, emberi gondoskodás veszi körül, és nem az a döntő, hogy, hogy, mit kap tőle tárgyban, vagy tárgyat illetően, tehát sajnos én, én ezt az eltárgyasult, ünneplést, az... elszegényedésnek mondom. Ha valaki nem tudná, bár szerencsére a sajtó is rendszeresen hírt adott róla, éppen 50 éve szenteltek pappá. Hát azért, ha most nem azt mondom, hogy 50 év, hanem hogy egy fél évszázad, akkor talán ez még így többet jelent. Ilyenkor nyilván voltak hullámvölgyek, hullámhegyek az életedben, és, és most egy, mondhatom azt is, egy rossz riporteri kérdést teszek föl. Így, 50 év után, most Máltai szolgálat, irgalmasok, minden. Hogy érzed magad, atyád a, bő atyám a bőrödben? Éppen a napokban kérdezett tőlem valaki, egy újságíró, egy riporter valamit, hogy miért lett pap. És akkor azt mondtam, mert nem akartam egyedül maradni. Igen. És, és És körülbelül ez a válasz én nagyon jól érzem magamat azért, mert visszatekintve erre az 50-es esztendőre rengeteg buktatót tettek a lábam elé, számtalanszor keresztezték az utamat, pedig semmit nem akartam elérni sem, és nem voltak evilági nagy, nagy terveim és vágyaim, csak az emberekért akartam élni, nem mindig. Nem mindig kíséri ezt megfelelő öröm, meg, meg egyetértés, úgy látszik az ember ilyen is, de én, én azért mondom azt, hogy ha szabad ezt a szót mondani, megérte, mert mert mindig olyan emberek voltak körülöttem, akikért élhettem, és, és ezek az emberek annyi szeretetet adtak vissza pedig, pedig az ember nem azért szeret, mert viszonzást vár, de hát emberek vagyunk, és, és általában, ha érdekmentesen, önzetlenül fordulunk egymáshoz, az nem marad visszhang nélkül. Tehát én mindig egy közösségben éltem, nem voltam soha magányos, nem voltam soha egyedül, és, és sokak voltak nekem fontosak, és én azt hiszem, hogy azt az ajándékot is megkaptam, hogy sokak számára volt fontos az, amit értük tettem. És ez a karácsony, ez a mostani karácsony, hogyan érint? Hogy töltöd ezeket a napokat? Hát a, a karácsony egy pap számára egészen sajátos. Jó, mondhattam volna, így is szépen fogalmazva, hogy a karácsony üzenete, de, <laughs> ne, de ne, veled nem így ne, kell ne, beszélni, ne, tudom. Ne, nem, ugye a, a karácsony az elsősorban a mi számunkra a legnagyobb feladat. Én azt mondanám, hogy isteni és emberi feladat, mert a karácsony arról szól, hogy az Istennek mi annyira fontosak vagyunk, hogy ember arca van az Istennek, tehát ilyen szempontból isteni, hogy fontosak vagyunk egymásnak, emberi abból a szempontból, hogy az emberi arculatunkat formáljuk ki, és, és, ezt az emberi arcot keressük egymásban. Az isteni karácsony erről szól, hogy Isten azt akarta, hogy mi emberek legyünk. És, és Jézus Krisztus ezt akarta megmutatni, hogy mit jelent embernek lenni. Ő egyszerűen így fogalmazott, illetve a, a, a Szent Író így fogalmaz Jézusról, hogy körüljárt és jót tett. Az ember arca akkor formálódik, ha, ha jót tesz, mert aki jót tesz, az jobb lesz, nincs más útja a jobbá válásnak, és és ez az, ami minket igazán közel hoz egymáshoz, és a karácsony éppen azokat gyűjti össze, akik egymáshoz közel vannak. Ezek különböző csoportok, különböző közösségek, családi, munkahelyi, akármilyen közösségekre gondolhatunk, és ez, ez a karácsonynak a lényege. Atyám, nagyon szépen köszönöm, a nézők nevében is, hogy eljöttél ide a stúdióba. Jömmel és el. hát, ilyen értelemben mindenkinek, mindannyiunknak boldog karácsonyt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.